Hello srácok, én Ellen vagyok, és ez itt egy újabb taktikai videó. Mai bosszunk Council of Blood. Ez a boss fight a személyes kedvencem legfőbbképp azért, mert itt lehet a legjobban a hülyéket kiszűrni. Hiszen a táncoláson, az összekötött kifutáson sok mindenen el lehet csúszni. Hát szóval még a nehezítés az, hogy mind a három boss kapni fog egy plusz ability-t. Viszont ez az ability csak akkor fog aktiválódni, hogyha ez a boss fog harmadiknak maradni. A másik dolog pedig, hogy táncolós fázisnál nem 4 lépést kell megcsinálnunk, hanem 6-ot. De mennyi szépen sorban. Először is leszögezném, hogy csak egyetlen egy sorrendben öltem még meg ezt a bosst, az pedig a Frida Niklaus Tavros. Tehát cégkénünk után ezt a sorrendet érzem amúgy is a legkönnyebbnek. A fáj során mind a három bosszal egyszerre kell küzdenünk. Ugye, hogyha az egyik meghal, felmegy a másik kettőnek a HP-je 100%-ra. És minden boss 50%-nál egy táncolós eventet rak le nekünk. A fight elején érdemes Fridát és Niklaust egybe tartani, Stavros pedig próbáljuk meg egy picit messzebb tankolni. Frida lesz az első targetünk, akinek képességei között van a Drain Essence, ilyenkor kiválaszt 3 random playert, akiktől elkezdi szívni a HP-t, a következő képessége a Dreadbolt Volley, ez egy szakítható spell, amit szakítsunk is, mert hatalmas raid damage-et okoz. Ha pedig nem ő hal meg elsőre, akkor ki fog osztani minden playerre egy Prideful Eruption-t, amit ő szépen 6 yardra el kell állnunk egymástól. Ha pedig Frida marad utoljára, akkor néha kasztolni fog egy Soul Spike-ot. 4 darab ilyen spike-ot fog kilőni, és szépen aktuális tankra fogja lőni. Hogy ez az ability ne sotolja ki a tankot, 2 spike után a másik tank vegye el Fridát. Plusz még a HC-s ability is rájön erre, ami a Twisted Pain, ami Frida minden ability-je után letesz egy sebző területét. A második targetünk, akit megölünk, az mindig Niklaus, vagy ahogy Shogi mondaná Nikolaus. Ez a boss a tankokra osztogatni fog egy stacket, ami nem más, mint a Duelist Riposzt. Ő fogja leidézni az Attendantot, ami immunitást ad az éppen targetelt bossunknak, ameddig az addot meg nem öljük. Hogyha Niklaus marad másodiknak életben, akkor megjelennek a Dredger Servantok. Ezek az addok folyamatosan dobálnak minket, és ezáltal folyamatosan növelik rajtunk az oppressív Atmosphere debuffot, ami mint normálan minden egyes Dancing Encounternél leesik rólunk. Ha Niklaus marad utoljára, akkor megjelenik egy nagy add. Ezt a Stone Guardot is majd szépen a tankoknak váltogatniuk kell. A HC-s ability-je pedig a Fury, ami azt eredményezi, hogyha bármikor meghal egy ad, akkor 12 másodpercre Niklaus kapni fog egy Enrage fázist. A harmadik boss, akit mi szoktunk ölni, a Stavros, mint ahogy mondtam, ezt a boss tankoljuk a raid-től külön, hiszen az első ability-je a Divisive Lunge, amellett rátesz egy stacket a tankra, míg a tank hátra mögé ugorva előre fog szúrni. Mivel Stavros szoktuk utoljára hagyni, fontos, hogy mindenki a bossnak a jobb és bal oldalán álljon. Stavros következő alap ability-je a Dark Recital. Erre az ability-re kell a legjobban odafigyelnünk. A timer is írja, de a boss is fogja mondani, hogy találd meg a partnered. Ilyenkor több player is össze lesz kötve párokba. A pároknak minimum 8 yard közelségbe kell lenniük és folyamatosan futniuk. Hiszen folyamatosan magatok alá fogtok rakni területiket. A legjobb módszer ezt kivitelezni, hogyha alapvetően a ranger és a mini DPS nem áll messze egymástól. Szépen csináltok egy képzeletbeli háromszöget, az egyik fokán áll a melee, a másikon a ranged DPS, és ha az összekötés jön, akkor elindultok a harmadik csúcs felé. Hogyha Stavroson kívül egy boss meghal, akkor néha táncosokat fog lehívni. Ezeket az adokat nem lehet kitargetelni és nem is kell ölni őket, csak simán dodge-olni. Ahova az adok leérkeznek, mindig 2 kockát fognak mozdulni valamelyik irányban. Fontos, hogy ezek az adok átlósan nem mozognak. Ha pedig Stavros marad utoljára, mint ahogy nálunk is, akkor 2 dolog fog változni. Az egyik, hogy a bossnak lesz egy Dancing Fools ability-je. Ilyenkor az egész teremben megjelennek táncosok. Egy kis idő után az egyik táncos lehet targetelni és le is kell ütnöm minél hamarabb. Fontos, hogy azelőtt üssük le ezt az addot, mielőtt még bekasztolja a spelljét. Ellenkező esetben wipe-olunk. Fontos, hogy ezen kívül az összes többi táncos be fogja kasztolni a spellt. Ezért a legbiztonságosabb pont az a hely, ahol megöltük az addot. Fontos, hogy ennél a résznél, hogyha ki kell futni a 2 embernek az összekötés miatt, akkor figyeljetek oda, hogy egy újabban fussatok, hogy visszaérjetek a safe zone-ra. Plusz még Stavros, hogyha utoljára marad, akkor ránk fog rakni egy debuffot. Ez a debuff folyamatosan lassítani fog minket. A stacket úgy dobhatjuk le, hogyha nem mozgunk. Nagyjából tehát ennyi a boss fight. Az, hogy melyik sorrend a legjobb megoldás, ezt nektek kell kitapasztalni. A táncolós eventre pedig direkt nem tértem ki, mert szerintem, ha az nem megy, akkor... Mondjuk találkoztunk olyan emberek gilden belül, aki 6. fight után kérdezte meg, hogy amúgy mi az a fehér fény? De a lényeg a srácok, hogy ez egy single target fight. Fridának folyamatosan szakítsátok a kasztját, ha jönnek addok, azokat öljétek le. Stavros elé és hátra mögé nem áll senki a tankon kívül. A tankok figyeljenek oda a váltogatásra. 50%-nál találjék meg a fehér fényt. Az összekötéseknél találjék meg egymást és ne fussunk rá másik playerre. A B-et pedig akkor nyomjuk el, amikor már csak Stavros van életben.
Hogyha odafigyeltek a mechanikákra, és persze a DPS-re is, hogy ne legyen nagy stack, akkor a bosszal sem lesz gond. Én Elem voltam, és találkozunk a következő videóban.